mindjárt ellenőrzöm, hogy maradt-e blőrös ez a szar. De most még nem maradt blőrös, mert kikapcsoltam. Na mindegy, azt majd törlöm akkor azt a blőrt, aztán ennyi. Jó, akkor a lényeg az, hogy remélem, hogy lehet hallani is, mindjárt azért ellenőrzöm. Jó, lehet hallani is. Oké, akkor minden fasz, hát akkor eltaláltam azt az egy blur effektet, azt majd kiveszem abból a... Tudom, hogy honnan kell kivenni, azt elfelejtettem, úgyhogy bocsi. Na, Brofolz, aki szeretne csatlakozni, az... hát most ebben a körben akkor nem, mert ezt már kezdjük el. Választok valami, hát ez én szokásos, az én kedvenc WC papíromat egy jó kis WC pumpa kalapáccsal. Hát nézzünk be a boltba, hogy van valami, semmi nincsen. Majdnem 30 győzelem, 55 korona, rengeteg lila pénz, úgyhogy nem tudom már mire elkölteni. Na, úgyhogy aki szeretne jönni játszani, az a következő körtől becsatlakozhat, addig le tudjátok tölteni a Steamet, be kell lépni, regisztrálni, belépni, ott letölteni ugye a Brofolzt. Látjátok, hogy itt van a játék címe, ott a képernyőn mögöttem, és akkor, hogyha oda beléptetek, akkor írjatok nyugodtan itt chatben, és... Na várjatok már, ja, hogy, ja, ó, oké, okay. Azért mondom, nem látom ezért. Na, megvetted a teljest, örülök neki, gyerekek, Ardi megvette a teljes játékot, hurrá! Na, akkor kezdjük is el, és ennek örömére most végre már nem izé lesz, nem mindig ugyanaz a döntő, meg ugyanaz a három pálya, úgyhogy, na, akkor igen, és akkor akar jönni, akkor az jöhet a következő körtől, behívjuk, írjon majd akkor a chatbe, hogy szeretne csatlakozni. Aki pedig nem szeretne csatlakozni, de mondjuk szeretne ilyen vicces figurát összeállítani, hát nem az összes figura, azt majd próbálom update-elni, amikor lesz rá időm, de a YouTube link, vagy a YouTube élőnek a leírásában van egy link, hogyha arra rákatintotok, akkor látjátok az összes, majdnem az összes karaktert, kalapácsot, szemüveget, kalapot, stb. Nyomvonalat. Mindegyiknek van egy száma, és ezeket a számokat csak válogassátok ki, hogy melyik karakter, milyen kalapáccsal, milyen szemüveget, stb. Írjátok meg a chatbe, és akkor azt fogom majd összeállítani. Ugye egyenlőre Dani és Arni írogat, nem tudom, hogy RP például itt van-e még. Ha itt van, akkor ő is játszhat természetesen. És nincs itt a izé, nincs itt a brokkoli. Akkor futi van. Csak nem ébred fel a brokkoli. Ó, és én lettem az új brokkoli. Ja, Meri, aha. Ez a probléma, hogy... Anyád, picsáját. És nézd meg, lecsap ez a köcsög. Ajaj, itt a fél Blau Luisa tér, ajaj, ujjjjj, huhuhuhu. Na mindjárt bejutnak, az a baj. Na mindegy, hát én csak ilyen beugró brokkoli voltam. Ahhoz képest az egész jó. Arni is itt püföli őket rendesen. Ahogy elnézem, ő már bejutott. Anyádat, hogy van? Hát bejutott mindenki, na. Nem volt fizetős, amúgy eddig a beta verzió ugye nem volt fizetős, de aztán fizetős lett, aztán maradt egy ingyenes része, de abban csak három pályát és egy döntőt lehetett játszani. Tehát egy pálya volt a nem tudom hány közül, ami a döntők közül egy döntő volt elérhető, és a nem tudom 10 pálya közül, vagy 8 közül három volt, ami lehetett játszani. Valami mennyi volt? 7 euró? 10? Azt hiszem valami max 10 euró, nem tudom mennyit, vagy piti összeg. Ja persze, igen, tehát skin majd választhatsz, ugye ott van a leírás, a videó leírásában ugye a link, az alapján nyugodtan válasz ki, hogy mit szeretnél. Anyádat lögdössed kifele, úgy.
Nincs itt a broki. Megmondjuk az új brokkoli, yeah! Szóval igen, lehet majd küldeni, nyugodtan vagy a számokat írjátok össze, vagy a skineknek a nevét, meg a szemüvegét, stb. Úgyhogy most a sorrend a következő lesz, akkor legyen Axika az első, jó? Aztán legyen mondjuk, legyen Arni, és akkor utána Dani zárja a sort. Egyelőre, most ti hárman vagytok itt, ha jól látom így a cseten, úgyhogy ti írtatok. Beértek. Ja, hogy úgy volt fizetés, miért volt, mert mi, hogy azért meg kifizetett 7 eurót, tehát hogy Dani, tehát hogy pont de dumálsz, aki igazából majdnem, tehát rengeteg melóval, mondjuk így, rengeteg munkával, keresel nem kevés pénzt, és akkor, ja igen, jó megy, örülök, hogy jól fizet a cég. Bazd meg, azt te keresel, szerintem a legtöbbet. Megint ez a döntő, bazd meg, nem á? Nem á? Mertek a picsába? Hagyjatok már békén. Oké. Látom, Arni kivár. És Arni soha megy, és leugrálnak, basz meg. Leugráltak. Na jó, mondjuk akkor egy dance-et. Várjál, gyere, nyomunk egy dance-et. Egy táncpárbajt. Jaj, ne bánts. Ajaj. Kapja ő is. A picsába! Jó van, Arinak mehet a report. A szokásos. Jaj, mert miért ne? Így van, Madarádó. Csaló. Így. Beleírtuk magyarul, hogy csaló. Kész. Na. Akkor Axika kér. Hát nem, mert tudjuk, hogy csalsz. Szóval Axika kér. Na, akkor vagy a link alapján ugye a számokat, hogyha beírod, vagy ha már tudod, hogy mit szeretnél, milyen karakterek vannak. Hát most én nem kezdem el végigpörgetni itt mindegyiket. Van kismillió féle, tehát van valami 80 karakter, úgyhogy tehát ilyen kukoricától kezdve halon, uborkán, marcipán figurán át, mangó, különböző húsok, steak, pizza, csirke, minden van itt. Sütik is vannak természetesen, meg italok, ilyen kóla, tej, vagy mi az üdítő, tej, kávés, cucc. Hát ez kulabácsi, de szerintem majd ezt majd Danika fogja majd kérni, úgyhogy ezt majd meglátjuk. Na, úgyhogy Axika, akkor várjuk a fejleményeket, mit szeretnél? Bakker kízé, de jó, kirepetezett a kezem.
Hát ez kicsit vérzik, na mindegy, hát elvérezni nem fogok, mint izé Zussmann örlegény, de hát... Vagy közlegény, vagy mi ez? Nem őrlegény? Őrlegényt mondtam? Nem tudok beszélni. Hát, akkor Danika. Akkor legyen, jöjjön Danika. Mit szeretnél? Dániel, gondolom, ezért jó lesz a... Jó lesz, a szokásos. Hát most Axika, most mondtam, az előbb mondtam, hogy a te jössz, Axika, haló. Kérjé, te jössz. Hát most ezt pofáztuk eddig, hogy izé, hogy akkor válasz. Jó, akkor Daninak majd Kulabácsi lesz, akkor ezt majd meghagyjuk, de akkor Axikát megverjük, és hogyha ha végre beír valamit, akkor... Na, rád várunk, úgyhogy mondjad, hogy mit szeretnél. Nem, akkor izé, akkor megvárjuk, de akkor igyekezzél, Axi, mert nem tudunk. Sok az üres járat itt izé, de haladni kell, mert nem érünk itt rá. Itt minden másodperc számít. És tök jó, hogy megrendeltem ezt a fasz a tripodot ehhez a kamerához. A képen... valami pepita.hu, vagy nem tudom mi volt, a képen fekete is ilyen vörös volt itt ez a rész, meg egy-két ilyen vörös csík volt benne, de amúgy az egész fekete volt, erre kijön fehérben. Mondjuk jó, tök mindegy, mert nem néz ki amúgy rosszul, meg letoljom, de azért megírtam nekik, hogy figyú, sehol nem volt feltüntetve az oldalon, hogy nem fekete. Tehát se szövegesen a képek ugye egyáltalán nem, mert a képen mindenhol fehér, belebüfisztem, vagy fekete volt, úgyhogy mondom, Nem, jó, engem annyira nem izgat, de mondjuk így módosítsák már, mert így lehet, hogy más majd kicsit izé. Micsoda? Regla Baldigel. Mi van? Regla Baldigel. Hát ezt nem értem. Értem. Megfejtem, tehát hogy reklamálni kell. Igen, lefordítom. Regla Baldigel. Az a reklamálni kell. Nem, megírtam úgy nekik, és akkor írták, hogy küldtek egy linket, hogy oda írjak, és akkor az ügyfélszolgálat, és pár napon belül felveszik velem a kapcsolatot, mert fontos nekik a izé. Jó, figyelj, hogyha jön egy futár, és hoz egy másikat, ezt meg elviszi, akkor jó. De nekem oké, de mondjuk ha azt mondják, hogy az nincsen, akkor most nyilván nekem erre szükségem van, úgyhogy akkor megtartom ezt, azt kész, tehát akkor marad fehér. Na, itt van, jó, 22, 3, 2, 4. Ez az, akkor ő választ. 22, 16, 20. Akkor egy jó padlizsán. 3. A babakala. Ja nem, a 3 az a izé volt szerintem. A baseball ütő. Vagy a csont. Nem is tudom. Azt mindjárt megnézem, hogy mit láttok a izén, mert igen, az a vagy azóta az izé, az változott. Sajnos. Ott van. A csont volt, igen. 3. 2-es a kalap, gondolom. Szemüveg a 4-es. Hát egy kimarad, de mindegy, nyomvonalat azt használjuk, akkor ezt a csillagosat, teljesen mindegy. Remélem, hogy erre gondoltál, vagy valami hasonlóra, ilyen űrlényes forma, űrlényes padlizsán. Ja, utolsó 10-es. Na, oké, akkor meg vagyunk. Nyomvonal 10. Ez lesz. Így. Na. Hát akkor kezdjük is. Axikának a választott karakterével, azaz egy üllény, hajráfos, vagy nem tudom milyen, hogy hívják, hajráf, vagy ilyen haj... Mi ez a... Hát az a, igen, pajpánt, vagy mit túró ez. Ilyen űrlényes hajpánt egy padlizsánnal kombinálva. Doktor Csont.
Jó van, megnyomta. Ott a kalapács, ott a kalapács. Ez az. Ennyi az aranyérem is, nagyszerű. Na ez az, itt fogom őket levárni. Figyú, ez kurva jó. Gyere Arni. Itt kell őket levárni, és ide le kell őket csapkodni. De nem áll, ne engem. Nem jön senki. Faszomat már. Adjál már békén. Gyere, baszlak. Na jó, menjünk akkor. Nem jött senki, bejöttem volna, de... Ugorjunk ide, hát én most nem érdekel a brokkoli. Most szívassa meg őket a brokkoli. És akkor kevesebben jutunk be a izébe. Ezt lehet, hogy egyből egy döntő lesz. Hát tudod mit? Csapkodjuk. Csapkodjuk. Kapta, de én is. Ez a baj. Bassza meg a kutya! A kutya meg a macska rúgja. Gyere, 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 gyere. És mindig mi ketten vagyunk bent. Az szép, az szép. Bazd meg. Most már hárman vagyunk. Mondjuk lehet, hogy hagyni kéne a brokkolit. Én hagyom, hogy izé, négyen vagyunk eddig, mert 4 plusz 1 ugye a brokkoli, ez tök jó döntő lenne. Szerintem hagyjuk a fenébe. De most mit, mit, na menj innen, menj innen, mész innen. Halló. Eltaláltam, le tudtam ütni Arnit. Ó, 9. Még egy bejúzhat, és utána izé, instant döntő. Nem kell izélni. Ez az, kapta, kapta. Na, 9, ez az, ne jöjjön, ne dere. Igen. 2, 1. Gyerekek, döntő. Egybe döntő. Axikának az, a nyerő padlizsánnyával egybe a döntőig meneteltünk. Kihajtuk gyorsan a középdöntőt meg a döntőt. Mert amúgy lett volna 24, szerintem azt még lecsökkentette volna ilyen 13, 2, 3. Nem hiszem, hogy abból 10 lett volna. Tehát lett volna még egy, aztán még egy elődöntő, és utána a döntő. Úgyhogy most így két pályát megspóroltunk. Meg ezzel csomó időt is. Úgyhogy a következő majd akkor, hogy mondtam, Dani lesz, és utána akkor Arni, ugye? De hát Daninak tudjuk, hogy ő ezével, ő a Kula bácsival lesz, úgyhogy a következő karakter megvan, és akkor majd utolsóként Arni zárja. Illetve, hogyha addig esetleg Árpi visszatér, vagy ha bárki, aki nézi még az adást, de nem szólt, vagy itt van Viki is még talán, az nyugodtan írja be, megírhatja már akár most is, és akkor majd őt is sorra vesszük. Most mostantól érkezési sorrendben, tehát aki beírja, vagy amilyen ütemben anyádat, engem ne legyezzé. Végre már, hát köszi Arni, köszi! Arni is segített azért távol tartani, de azért támadtak. Most én is egy-kettőt le tudtam baszarintani, úgyhogy... Na, hát akkor majdnem eddig mind a ketten dobogósok voltunk. Az előbb egy első-második hely, most egy első-harmadik. Ez szerintem ez teljesen jó. Főleg, hogy Arni amúgy is csal, meg neki van már nem tudom hány győzelme, úgyhogy ezt biztos átadta nekem, gondolom, ezt mindjárt megírja, hogy ja, átadtam.
van viking sisak, hát azt én fontolóra venném, hogy viking sisakot vegyünk-e föl. Na, akkor következő karakterünk az ugye, hát Dani kívánságát teljesítjük. Természetesen szerintem Dani nem fog megsötödni, hogyha ezzel a karakterrel megyek, ami amúgy nem az, aminek látszik, hanem kérlek szépen ez egy húsnyárs. Ez egy húsnyárs, így van. Jó, nem mondok semmit, szerintem ez... És még a lábai között még egy ilyen pálcika is kilóg, gyerekeket, ez... Jaj, ez nagyon komoly. Köszi. Gyere ide! Jaj, de bocsánat! Kalapácsot nem cseréltem le. Bocs, Dani. Pajszerra kellett volna menni, de most... fenébe. Mindegy, csont maradt nálam. Doktor csont. Oké, kapta. Nem baj, a csontra úgy néz ki, hogy hogy... Oda... Jó, nem baj, ezt is kapta, de... Sajnos én is. Már menekül a brokkoli, ne engem! Szevasz, Skorpió, üdvözöllek! Ja, itt van, na! Itt van Viki is, jó, akkor... Ja, megjött Gizi. Hát, köszi, Dani, hogy itt voltál! Micsoda, pintegy? Ja, pintegy, ja, jó. Köszi, Dani, hogy itt voltál, akkor gyere majd legközelebb. Szerintem holnap lesz stream, mert a hétnek a második fele az... Ha lesz is stream, akkor az ilyen valószínű ilyen 9-10 órán nem korábban, úgyhogy holnap viszont még lesz időm, illetve holnap így délutánra estére, munka után nincs semmi betervező, úgyhogy holnap gyertek, mert holnap lesz a Star Wars Jedi Fallen Order, illetve szerintem a Super Seducert is holnapra beteszem, és akkor a Life is Strange az meg így majd befér valamikor, valamelyik másik napra leszel, de csütörtök péntek az netes. Lesz időm, csak valószínűleg nem ilyen 7-8 órát, hanem kicsit később. Na, gyere majd, úgyhogy, és köszi, hogy itt voltál eddig is. Szevasz, Dani, jó éjszakát. Herzlich willkommen, nem willkommen, az üdvözlégy. Guten Abend. Ho-ho! Bénák vagy te? Most mindjárt betolja? Nem tolja be? Anyádat! Nézd meg azt a... Ó, faszom! Ez mikor vált át már zöldre? Bakker! Aj, bakker! Baszd meg! Nem tudom, most hol van. Jó van, beértünk. Na, akkor a következő az... Jó, következő legyen akkor Viki, mert hölgyekhez elsőség, és akkor utána még Arni még majd kér.
Ugye Axika volt. Scorpio, te is kérhetsz majd még, hogyha ha gondolod. Illetve hát ugye azt mondtam a stream elején, hogy ha úgy alakul, ha kapok egy üzenetet, akkor lehet, hogy lépek, de még egyelőre eddig ez nem történt meg, úgyhogy egyelőre az a tényállás, illetve az a helyzet, hogy még most akkor Viki, Arni, illetve Scorpio még kérhet. Na, de jó. Oh, mondjuk ez legutóbb nem volt rossz, tehát ebben tök nagy, sőt azt hiszem ez streamben volt, amikor már ilyen izé, tehát egy egységnyi életem maradt, és tök jól izé, tök jó. Jaj, bocsánat! Nem téged akartalak? Adja! Hallod, most valahogy nem tudom, ráéreztem erre. Tényleg a legutóbb, amikor ez volt a döntő, GG amúgy, tök jó. Ezt azt amúgy tök jól izé. Mi egy oldalon voltunk Arnival, a többiek azok így nyírták egymást, és aki így erre tévedt, azt meg mi ketten le nyírtuk, úgyhogy megint izé. Megint ott vagyunk a dobogón, gyerekek. Hát ez tök jó. Na. Meg neked amúgy is ugye sok izét van, de ez most szerintem, ezt most nem mondhatod, hogy engedted, mert azért dobáltál, csak valószínű, hogy te is kaptál a többiektől izét, hitet. Én meg valamire izé, hát most mákos voltam, és valahogy nem találtak engem meg, úgyhogy, illetve aki így rám támadt, azt meg le tudtam izé dobálni. Úgyhogy egy vagy két játékos szerintem azt én dobtam ki, de amúgy meg tök jó összmunka volt, tehát hogy nagyon-nagyon együttműködtünk. Jó. Szíves kis fejpánta, ütő lehet a sonka. Oké. Jó, akkor erre Vikinek a karakterével jövünk. Azt mondja, hogy Viki mit kért? Tigrincset kérne szívecskés szemüvegben, baseball ütővel, sapi valami cuki. Tigrincs. Szívecskés szemüveg. Ja, várj, szívecskés szemüveg. Hát figyú, ha szívecskés szemüveg, akkor szívecskés. Ilyen hajrá is illik hozzá, és akkor legyen már valami cuki, mondjuk legyen egy ilyen rózsaszín esernyő. Na, ez ennél feminimebb tigrist már nem tudtam összeállítani, úgyhogy egyre emlékszem, bocsánat, de akkor ezért akartam. Akkor pont meghalt az egyik, és te meg így beszaladtál, de lehet, hogy kettő volt, akkor bocs. Egyre emlékszem az, de az sem volt szándékos, csak így nem tudom, akkor ezért így rohangáltam, meg csúszkáltam. Na, hát toljuk is akkor, mert itt vagyunk Vikinek a karakterével, akkor már csak Arni van hátra, illetve Scorpio, és akkor... Hát bár heten vagytok, úgyhogy nem tudom, hogy ki van még itt, bár ha jól számolom, akkor elvileg... Micsoda? Ajaj. Jövök. Ja, szerintem az izé lesz, a sugógép. Ja, hát miért ugráltam, bazd, miért nem nézem, hogy mit kéne csinálni, ez az. Menjetek innen. Nem, miért? De... Bazd meg, azt hittem, hogy általában ez egy pillanatra szokott föllángolni, mondom, jó, begyújtotta, akkor utána visszamehetek, mert csapni fogja azt a izét. Hát nyilván nem. Bassza meg.
Buktam ezért, drága, jó kis kalapalcsot. Meg az, hogy itt meg ugye nem látni a brokkolit, de jön erre. Aha. Ja, de Arni a brokkoli, bazd meg. De akkor, Arni, bazd meg, de akkor miért nyomtad be izét? Mondjuk én szaladtam vissza rá, de ja, nem láttam. De gondolom, akkor na mindegy. Micsoda, tudod mit kell? Miért tudod mit kell? Igen, közben elolvasom a izét. Ja igen, ez a súgógép. Á, itt lehet nyomon követni. Akkor lehet, hogy ez megjön holnap. Yeah, a metró, az egyik kedvencem, gyerekek, ezt imádom. Gyerünk, ez az. Mégis itt 10-en jutottunk be. Na várja, jó, lőjed őket. Luxemburg, hülye vagy, Istenem, bazd meg! Köszönöm, Arni, köszi, megvédelek, tesó! Nem védelek meg. Csapd le, ez az, jövök ide-vissza. Ugye Arni, milyen jó, hogy nem csak azon a három szaros pályán lehet játszani, hanem itt van a metró is például. Szerintem ez eddig legjobb. Tehát nekem ez... Tehát az, hogy van egy ilyen logikai jó, de mondjuk azért volt múltkor egy olyan város, aminek így... Hát gondolkodnom kellett, hogy most így mi. Meg ez ugye rohansz, tehát így meglátod a kérdést, és így... Jó, oké, akkor jobb vagy van. Mondjuk ez könnyű kérdés volt, de... Ja. Cuki lett, jaj, köszönöm szépen, örülök neki, hogy... Nem figyeltem, hogy ki a Broki, nem tudom miért nem néztem, hogy ki a Broki. De még a kiírást sem néztem, hogy ki a Broki. Tehát még a kör elején sem láttam, hogy Maldorádót írt volna. Mindegy, le van tojva. Ja igen. Nem. Vagy igen? Nem tudom.
Jaj, köszi Arni, nagyon kedves vagy, majd küldök egy izért, egy tegbarátos bögrét is hamarosan, jó? Köszi, köszi, köszi. De azért nem tudom, észrevetétek-e, de most szerintem amióta elkezdtük, most független attól, hogy most én nem tudom, hármat nyertem, Arni meg egyet, de egyrészt valamelyikünk mindig megnyerte az eddigi köröket, illetve mindig benne voltunk a top 3-ban. Azért az, szerintem az kurva jó. Az GG. Na. Hát akkor Vikinek a karaktere is nyerőnek bizonyult, ez a nagyon cukorfalat kis izért, tündér kis tigris. Na, ki volt a következő? Azt mondja, hogy... Arninak ígértem meg, hogy ő a következő, és akkor utána utolsóként Skorpió fog következni. Ja, itt van Kitfi is. Na jó, hogyha Kitfi akar, de tényleg még egyszer mondom, hogyha közben írnak nekem, akkor viszont az lesz az utolsó játék, amivel éppen vagyok. Köszi, köszi, Viki. Na, akkor Arni, akkor te kérj ennek örömére, hogy megvédtél és átadtad az első helyet. Na most nekem is 30 van legalább, végre. Végre. Csupasz mesztelen leszázalékolt alma? Na, hát akkor egy csupasz leszázalékolt alma, akinek nincsen keze. Itt van. Ja, hát ő igen. Jó, azért valami nyomvonalat húzom, ami piros nyomvonalat. Ez jó lesz. Hát mondjuk rózsaszín, de mindegy, piros nincs. Vagy ne legyen izé nyomvonal se? Neked sincs. Ne legyen nyomvonal se. Tudod? Ja nem, mert miért vagyok itt? Viszont kalapásnak megtartom a ízét, ez babonából, mert ez így jónak bizonyult ez. Nem, melyik volt az előző? A csont. A csont az jó volt, az izé. Hogy tudod mit, ne a csont legyen. Legyen ez a kalapács, így. Na, akkor így jók vagyunk. Ja, bézbózzal, várjál! Most nézem. Ja, kihagyod. Akkor izé, köszi, vagy izé. Ja, azt már olvastam, igen. Igen, leharapta. Hát, vagy ez az Apple-nek akar ugye izé lenni az élethű valós figurája. Jó, akkor utolsó előtti kör következik. Illetve attól függően, hogy kell-e majd lépnem, vagy sem. Ha nem, vagy még nem, akkor még belefér majd egy utolsó kör, ha nem, akkor ez lesz az utolsó játék. Green Light. Ott a broki már. Ki ne lök? Ja, kurva élet, bazd meg, hát... meglök a bal heré, van mindegy. De nem tudom, megvan ez a film, a Top Secret nevű, amikor így ilyen nagy sebességgel megy egy autó, nem tudják megállítani, és így épp, hogy valami tank előtt, vagy nem tudom mielőtt így be tudják fékezni, és így lassítva mutatják, hogy a tanknak, vagy nem tudom melyik autónak így csak így neki koccan, tehát így gurul, és csak így ennyien ting, és azt hiszem egy ilyen csilingelő hang is van, hogy így az autó épp, hogy így megáll, és csak ennyire ér így hozzá, és akkor hatalmas nagy robbanás, és akkor persze meghalnak, vagy mintem fölrobban a kocsi. Tehát így ugyanez volt, hogy az előttem lévőt én tök messze eltalálta a nyíl, így gurult, és egy icipicit így hozzáért.
Nyerünk, futi van! Nézted, tesókám? Tunézia, Tunisz, Tunisz, Tunisz! Bazd meg! Ha 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 ha! Ho ho ho! Hú hú! A kurva anyját, hogy beleüt, bazd meg a kalap! A rohadék! Fú, azt, na azt biztos, hogy izé, annak megy a riport. Szarzsáknak. Nem jegyeztem meg, melyik volt az, de... Ja, az volt az. Az a szarkupat. Ezt mindjárt... Ú, de melyik? Szerintem a csontos volt. Mindegy, akkor mind a kettőt. Za, azt a za izé, meg ez a sok négyzet. A sok négyzetnek a nevét riportolom, mert az nekem az nem tetszik. Hát hol van a sok négyzet? Ja, gondolom az ez. Cheater. Sőt, nem megfelelő név. Meg azt a za nem tudom kit is, azt is. Bejössz a fenébe. Cheater. Egy. Hát a víz alatti bunyó, vagy amikor izé, kérem izé, jelentsenek, hogyha vagy szóljanak, hogyha valamilyen változás áll be az állapotában. Na, jobban van? Meghalt. De meg ilyen, fú, nagyon, hát nagyon kemény, meg amikor izé vonaton gyakorolja, izé, savanyú káposzta van a bőrgatyámban. Német nyelvtanfolyam. Na mi van? Benyomtad, igen? Nyomjad már neki. Nézzük, nem nyomta a kurva nénikét. Azt a kettőt átengedi. Két köcsögöt, nem? És megint ki... A bazd meg, ki az a babakalapácsos fasz? Fú, de idegesít. A rohadék. Melyik volt az? Az a zöld. Aha, a dinnye. A dinnyét is riportoljuk. Menjen a... Jó, de sanyjába, oda. Nem te, dinnye köcsög. Gyere! Melyik volt a dinnye? She loves, valami she loves. Anyád, az is cheater. Cheater, ennyi. Most megyünk, aztán leütjük őt. Menj a picsa, az te gyökér. Jön te. Na most emberkedjél te! Nekem dum... Na, azért. Hógolyózunk. Haj! Ott az Arnika.
Ajaj, nem akkor, nem. A dinnyét, az, bazeg, a dinnyét kell. A kurva anyád. Hát, na. Hát gyerekek, ha ez nem lesz meg... Ha-ha! Ez az! Hát nem tudom, most nekem meg most valamiért adja. Na, ez az első olyan pálya, ahol nem vagyunk a izé, nem vagyunk a dobogón mind a ketten. De ottól közel volt Arni, negyedik hely. Nem baj, ez szép volt. Jó, eddig én utáltam amúgy, mert hogy de tényleg, de most meg valamiért nem tudom, adja. Mert jó, meg Mákom is van, mert tényleg az előzőnél is, amikor ugyanezen a pályán nyertem korábban, akkor se pont, hát nem mondjuk ezért jöttek rám, tehát hogy valahogy ők se találtak el, de én meg sikerült, nem tudom, valahogy ráéreztem most így a célzásra, illetve hát Mákom is volt nyilván. Úgyhogy, hát na, akkor Arninak a karaktere is nyert. Hát eddig azt hiszem talán csak az enyémben nem nyertem, amit én választottam a legelején, úgyhogy a többi az meg mind győzelem. Jó, és akkor ugye Arni volt ez, és akkor utolsó Skorpió azt mondja, hogy kiwi, szívecske és napszemcsibe szintén egy jó öreg kiwi. Mert melyik a kiwi? Várjál, kiwi vagyok. Itt van. Szívecskés napszemcsi, úgy de szép, azt mondja, hogy szívecskés fejpánttal. Uh-huh. Hát, erre gondolsz? Erre a szívecskésre? Vagy ez a női fejpánt? Van kozmetikai, meg lady. Hát más nagyon azt hiszem nincs, amilyen izé. Vagy erre gondoltál? Ez a szíveskés fejpánt, nem? Ja, szív fejpánt. Akkor erre gondoltál, igen. De akkor menjünk ezt is valami izé, csajos. Jó, akkor vegyünk neki is egy izét. Kéne, én beraknék mondjuk a kalapát, csak az ilyen ritikült, meg a banyatankot az öregebb korosztály kedvelői, nem kedvelőinek, hanem az öreg korosztálynak kedvezzünk ezzel egy picit. Még milyen izéket lehetne még? Tök jó, volt annyi ötletem volt, milyen izé, milyen kalapácsokat lehetne még beletenni, ilyen itt dákóval például, ilyen simán. Na. Oké. Okay. Nézzük még valami izét. Nyomvonalat. Legyen mondjuk egy, ha már zöld, akkor húzzon maga után zöldet. Úgy. Na. Igazából pont jó, mert 10 óra lesz, utolsó kör, és akkor utána már a... Azaz lehetne ilyen... Jézusom, ennek milyen neve van ennek a brokkolinak? Na, az szép, kihasználta a rendelkezésre álló 256 karaktert szerintem. Húha! Ezt kifagytunk? Miért álltak meg? Megállt a többi, nem? Hát faszát, azt bazd. Na jó, annak is megy a riport.
Hol van az első? Anyádat! De már be, nem tolta be picsába. Azért is utolsó, mert hogyha, még ha nem is lesz dolgom ma már, ugye mivel itt van ez a csoda kamera, ez a Sony ZV-1, ami ma jött meg, és ez lesz az új stúdiókamera is, meg úgy minden egyben, vlogolni is lehet ezzel. Ezeknek a beállításait fogom most így áttanulmányozni, és ma este még vágóképeket, meg ilyesmiket kell vele vennem, úgyhogy mindenképpen ki akarom próbálni, hogy milyen minőségűeket tud, úgyhogy... Jaj, gyorsan lerakom, mert a kedvenc pályám. Gyere, Arni. Figyelj, körbe megy, basz meg. De ez kurva jó. Zseniális. És elmegy a Easy Rood. Hát ez rohadt jó. Hát az a baj, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, tehát hogy... És hullanak az emberek, kurva jó. Hát... Beszarok. Figyeld, na hát a körte. Hát az magától leesett, pazzeg. Jaj, ne! Jaj, ne bánts! Ne jön! Ugráljon utánam, bazd meg! A kurva életben! Ja, miközben leestél? Én voltam az első. Mi? Ja. Mi, leugrottál, vagy leestél, vagy lelökött a izép? Jaj, hát ez jó volt. Ah.
Jaj. Na jó, gyerekek, még egy, na jó, még egy utolsó, ugye, ott tényleg egy utolsó utáni még belefér. Mert nem kaptam üzletet. Ja, itt van Kitfi is. Jaj, szevasz Kitfi. Bocsánat, tehát itt voltál streamben, ezt meg se kérdeztem, hogy izé. Na, akkor egy utolsó lezárásképpen egy én választok valami jó kis izét. Ja, leütötte izé a rúd. Igen, azt hiszem, hogy belefér, amíg egyet megpördül, addig kettőt át tudok ugrani, de pont nem. Ez már annyira gyors volt. Na, nagyon-nagyon régen voltam, mondjuk. Legyen egy ilyen szép kápia paprika, és most, amit úgyis unlockoltunk kalapot, ez a viking izévet. A vikingeknek mondjuk nem volt szemüvegjük, de nem baj, mert most ez izé, ez meta viking lesz, úgyhogy nyomvonal, valami fasz a kék nyomvonal. Hát és meta villa. Faszt, ilyen nagy nem, villával, ez jó, ez lesz a tuti. Hát ez kurva jó volt. Arni körbe rohangál, és izé. De így azt lehet látni, hogy így elmegy egyszerre izé, átugorja, már ugrik a következőre, lebassza, vár egyet, átugorja a rudat, megy a következőre, leüti. Zseniális. Na, közben feltöltött az én kis Sony akkumulátorom. Ekkora az éveidnek az akkumulátora. És még két ilyen pótaksi. Ups, illetve... Ez a kis cuki, ekkora az egész, és ilyen tök dizájnos amúgy. Ide kell így beleállítani. Nagyon szépen, ilyen tök ilyen élénk fehéren, ilyen élesen így világít, ahogy mutatja a töltést. 23 euróért, gyerekek. A plusz a két aksi meg ez a töltő. Tehát, hogy jó, után gyártott, de azt írják, hogy annyira teljesen jó, hogyha itt lemerül a kamera, akkor azért tudsz el egy pár, jó pár órát még izé. Tehát van tartalék. Bazd meg, ez mák volt, ez... És ott volt a izé is. Na, most akkor lehet engem riportolni nyugodtan. Várakozás nélkül. Ja, hogy körbe rohangálsz? Annyira jól néz ki, nem néz ki jól ez a kamera, hát gyerekek, tökre örülök. Igaz, hogy van 3000 feliratkozom, de nem baj, valak pénzt elkötöttem most mindenféle upgrade-re. De én hiszek abban, hogy igazából ez megtérül, tehát hogyha az ember nyilván minőségi videókat csak úgy tud letenni az asztalra, hogyha minőségi alapanyagból főz, illetve csinál videókat, úgyhogy, és ez már amúgy is kellett, tehát hogy ezért így... Azért 3 éven keresztül nyomtam, mert sokáig ugye az S9-es Galaxy-mmal, aztán egy évig az S9-esre, aztán most már második éve ugye a Galaxy S20-szal. És a legnagyobb probléma igazából az, nem is a képminőség feltétlenül, mert mondjuk arra még nem biztos, hogy megmondanátok, de
de azért a különböző beállítások, tehát az ilyen zár, izó, rekeszérték, stb. A professzionális módban valamit lehet állítani a telefonnak a szoftverén, illetve a kamera szoftverében, mert van ilyen profi videó, de egyszerűen mostanában már azt csinálja, hogy hiába állítom be, hogy összességében a fehér egyensúlyt, ez nem a white balance, hanem az exposure, vagy azt hiszem az exposure, azt hiszem azt, nem tudom, valamelyiket plusz 0, nem tudom, 2-re, 3-ra húzza föl, mert sötétebbnek tűnik az egész, és egy kicsit az átlagoshoz képest magasabbra húzza. Egyszerűen olyan, mintha nem ismerné föl, tehát hiába kattintok rá a subjectre, tehát a témára, nem állítja be a fényerőt, tehát már valami, tehát lehet, hogy szoftveresen rossz, lehet, hogy bedöglött már a kamera, mindegy, de amúgy még nem akarok új telót venni, mert tök jó ez a Galaxy S20. Most ragadtam ugye rá fóliát, tehát most 2 év után nem fogok telefont cserélni, csak azért sem, megfogadtam, mert nem akarok most azért ízni, mert lejár a hűségem, és akkor tudok venni, nem tudom, 200.000 forint kedvezménnyel izét a szolgáltatómnál. Hurrá, hurrá. Bassza meg, tudtam, hogy akkor kell átugrani a picsába, amikor... Nézd meg, az a kurva rínye, bazd meg. Na gyere te köcsög, gyere! Beengedett elsőnek. Köszi! Fú, ez ki ez a rínye, bazd meg? Atusi! Atusi, anyádat! Na, mindjárt adok neked. Gyere ide, gyere ide! Mindjárt, várjál, majd hogyha... Gyere ide! Gyere ide! Atusi! Ki vagy te? Mit akar? Menjél már oda, azaz. Nézd, mutatok valamit! Ez a Puri cica, ez már itt van, de ez múltkor itt volt, nem? Ő magyar? Puri cica! Nem hiszem, hát cica mondjuk? Nem hiszem, akkor ez lehet, hogy magyar. Hello, Puri cica, remélem, hogy nézed is. Csak nézi, mert ők is... De mondjuk az ember miért keresne rá YouTube-on vagy Twitch-en a tech barát névre? Mennyire, vagy ha be van írva, hogy Józsi, akkor rákereshetne a Twitch-en Józsira, és akkor hát, ha Józsi ott van Twitch-en, de majd mindjárt megnézzük, hogy van olyan, hogy Puri cica Twitch-en. Vagy YouTube-n. Puri cica. Nincs. Juri cica van. Úgy toljad be szépen. Hoppa, hopp, jön. Itt van Puri cica is. Puri cica, szevasz, szia. Üdv. Na, hát akkor hát összejött egy kis magyar különítmény. Tehát már négyen itt vagyunk a döntőben.
Szerintem ez az Acsusi is izé, nekem gyanús, ő is volt már izé. Volt már korábban, nem? Nem volt? Volt, nem volt. De várjál, akkor izért, akkor nem tudjuk behívni, vagy csak hármat lehet még mindig a izé? Három embert lehet be, de mondjuk ez már az utolsó game, úgyhogy már több nem lesz. De tökre örülök, hogy 8-an itt vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy így emelkedik azért szépen lassan a létszám. Ez tökre örülök, hogy ezt a 8-at, 10-et mondjuk meg tudnánk tartani átlagban, mert például van egy ilyen, mondjuk nagyon nagy a minőség, de egy portugál streamer például, aki Counter-Strike-ot, és az egy Counter-Strike, tehát azért az megint egy más kávéhez. És ott vannak ilyen 4-5-en pedig nő, tehát hogy ilyen csaj is, meg izé, mindig ilyen egy szám eltartó, vagy nem tudom, és ilyen 7-8-an nézik csak, mert valószínűleg nem nagyon, de ráadásul csézik. És ahhoz képest, tehát azért mondjuk 10 ember konstans, jó, ez nem Twitch, hanem ez inkább ugye YouTube, azért az nem rossz szerintem. Na, ezt nem fogom megnyerni, ezt tuti. Ez biztos, ez szétszentség. Bassza meg a kúra istem! A rohadék brokkoli. Egy vagy kettő izén múlt. Na, skor... Jaj, te vagy... Ja. Jó, hát nem nehéz ellenem nyerni amúgy, mert kalapácsolásban én, ezt bevallom őszintén, kalapácsolásban én szar vagyok. Tehát nekem most jó, a hógolyózásba beadta, de amúgy valamiért nekem nem adja, tehát én nem rengeteg izével próbálkoztam, hogy hogyan lehetne. Visszajöttél? Én nagyon örülök neki, de lassan az a baj, hogy ment. Na jó, még egy úgy csó. Jó, ha már Dani visszajött, és végig is. Ja. Ja, itt ott Fruzsi is. Nézd már, egy csomó magyar van. Tök jó. Szia, Fruzsi. Nem tudom, hogy nézed az adást. Ha igen, akkor... Hát igen, Arni meg a kalapácsolásban ezért, tehát a kalapácsolás nagymestere. Na, Kitfi. Nem tudom, hogy izé, hogy... Puri cica, ő hogy? De be tudjuk hívni? Vagy Kitfit? Hívjuk be Kitfit. De most nem is látom. Kiléptél? Kiléped, nem jössz? Vagy hát izé, vagy Puri cica, hogyha gondolod, akkor vagy Puri cica. Vegyél föl Steamen. Vagy hát meg nem tudom, hogy mi a Steam ID-t, vagy valami meghívó kódot is lehet azt hiszem küldeni, és akkor be tudunk hívni még egy gáméra. Csak azt nem tudom, hogy most enged 3-nál többet, vagy nem enged 3-nál többet. Most erre nem emlékszem. Na, ez nem volt jó omen, úgyhogy megyünk a izével. Megyünk. Azért akkor ismerős volt az ő neve is. Na jó, csak így nem biztos, hogy egy izébe fog minket dobni.
Tehát, bár mondjuk, hogyha ti is akkor nyomtok rá, amikor már látjátok az adást, akkor tudod mit, a görögdínyével. A görögdínye az előzőben köcsög volt, nem tudom melyik volt a görögdínye, de az egy szemét volt, úgyhogy hát menjünk egy izé... Amerikai dínye. Faszt, nem is. Ez kurva jó. Hát ez valami fegyver, legyen a pajszer. Még egy zöld nyomvonal, így van. Jó, meg vagyunk. Hát egyedi mérkőzésben igen, de akkor ugye izé, de akkor csak mi vagyunk. Tehát akkor ugye nem dob be többet. Tehát akkor nem játszunk mások ellen. Igen, az feltűnt, hogy a kevesebbet azt nem tolják annyian. De hát majd idővel megveszik. Lehet úgy vannak vele, hogy ez a három pálya is jó, nekik ez kész. Na, akkor nyomjunk rá, aztán gondolom, ezek szerint akkor, hogyha ti is rányomtok velünk egy időben, akkor izé, akkor ti is jöttök majd. Ez hogy titeket is ugyanabba fog bedobni, ugyanabba a lobbiba. Rajt jó, gyerekek! Jó, de jó! Erre is akkor tudok izé? Vagytok? Ezzel tudok felvételt készíteni magamra? Halló? Ja, movie gomb? Ajaj. Ja, ez az exponáló gomb. Melyik az exponáló? Ja, és a bokeh effekt. Oké, van ilyen? Oké. És itt van, ez, melyik a bokeh? Ez. De most úgy látok ugye semmit, mert nincs mögöttem semmi. Na mindegy, rohadt jó, imádom, imádom ezt a kamerát, gyerekek, ezt én már... Ezt... Ezt mindenhova is elviszem majd magammal, és olyan vlogokat, meg izé, videókat fogok ezzel csinálni, gyerekek, hogy... Hát igen, nekem... Ó, én vagyok a brokkoli, zsír, na gyertek, szaladjatok. Nem nyomom be izét. Megvárom izét. Gyere, Arni. Hát ez nagyon komoly. Nem, jó, menj rá. Jó, akkor menj rá. Majd addig nem lövöm el az izét, a muníciómat. Vagy tudom, mintha átszaladna, azt hagyd a picsába. Arni, ha átszalad, akkor azt hagyjad, mert én ezt lelövöm majd a második nyíllal. De mondjuk mindjárt elmegyek a lapácsod.
Na, csak nem jut be mind a 22. Na, ez jó lesz. Arni is ügyesen föltartotta, meg üldözte itt a izé a többieket. Kész, kész. 18. És itt még nem voltam izé... a metrósom. Nem voltam még soha brokkoli. Ez komoly. Erre kíváncsi vagyok. Menjetek! Na, Arnyám, megint ott van a kalapács, bazd meg. Na, azt hiszem, hogy megvan itt ezen a pályán is a taktika. Ez ugyanolyan, mint a izé, mint ahol az a... ahol le kell csúszni a csúszdán így keresztbe. Ott is elég csak az első négy ilyen csapdát egymás után aktiválgatni, és mindig mire a negyediket benyomod, addig az első már aktív lesz. És itt ezen a pályán is úgy néz ki, hogy van egy ilyen izé hasonló. Tehát ez mondjuk durva. Tehát ugye brokkoli szempontjából ez egy rohadt nagy könnyítés. De ez komoly volt, várjál, bejutott a izé? Remélem Kitfi. Jó, bejutott Kitfi és Maldorado, itt vagyunk mind a hárman. Szuper gyerekek, így van. Jó, értem.
Nyomj megint Arnival, bazzeg! Az igen, hova? Hova röpülsz? Haló! Anyád, 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 anyád! Hú, yes! A brokkoli nyert! Ismét a brokkoli, gyerekek! És Kitfinek nem jött össze, pedig ez milyen jó lett volna. Kitfi ötödik, azért az gyerekek. Három magyar, és abból izé. Az első ötben benne vagyunk mind a hárban. Az, mondjuk az korrekt. GG. Ja, Arnit azt igen, Arninak izé, mert nem. Most, hogy nyertem így, most nem riportolom. Úgy gyerekek, ilyen sokan vagyunk itt. Na jó, akkor játszunk még egy kicsit, még egy utolsót, jó? Jaj, this is a... Fú, várjál már, azt megnézem, hogy mit ad a Discord. Egy pillanatot kérek. A light playerek kapnak egy új mappot ezen a hétvégén. Na, a köcsögő mákosok. Na, gift code azt mondja, hogy... Nem tudom, mi lesz ez, de mindjárt kiderül. Pop 2K 65 pop... Szerintem ez popcorn, nem? Ja. Köszönöm, Viki, jó éjszakát neked is. Gyere, legközelebb is. Holnap lesz stream. Szerintem holnap ilyen, hát ilyen 8-9 magasságában. Mi vagy csapatban játszol, vagy enemy vagy nekem? De most mi? Hát a ketten maradunk, most ezt nekem írtad, vagy hogy van? Most akkor ezért Macinak hiányzik a füle. Egy kicsit. Jó, nem. Most már nem. Na, hogy mit is akartam? De most... jó, hát próbáljuk meg. Na, menjünk még egyszer akkor ezért. Még egy utolsót ezzel a dinnyével, aztán tényleg már az utolsó, mert most még ezért dolgoznom kell majd itt a videókon. Vágóképeket kell csinálnom erről az óráról, mert ez azért olcsóságos. Rohadt nagy óra amúgy. De egészen jól bírja akkumulátorral. Nem, mondom én. Nem erült, úgyhogy akkor nem. De jól bírta az akkumulátorral. Fú, meg még van tablet, meg bluetooth hangfal, meg hát meg ugye most még ezekről is lesz majd kicsomagoló, meg bemutató videó, ugye a Sony ZV-1-esről. Meg a Lavalier Go, amit hát ugye nyilván önmagában nem fogok bemutatni, hanem majd az izével együtt. A Rode Wireless Go-val, ez egy Rode Lavalier Go, egy ilyen csiptetős mikrofon. Úgyhogy most mind a hangzása a csatornának, illetve a tesztvideóknak, mind a képi megjelenítése, meg a minősége az remélhetőleg egy szintet fog ugrani, és akkor innentől kezdve. Kidobtad, mert nem volt jó arc, döntőben nagy a... Megy az összhang. De hogy mit dobtál ki? De mi, hogy valakit kidobtál, vagy mi van?
Nem, de miért nem jön vissza időben az a sz... Ó, anyám! Anyám, ne már! Ajaj, a hegyén álltam meg annak a szarnak. Hú. Nem látom brokkolit. Ja, ott van az elején, oké. Bazd meg, hogy nyomja be? Hú, gyerekek, ez mák volt. De hogy nyomta be kétszer ilyen egy gyorsan egy... Nem, tényleg már zöld. Bazzeg. Ez hogy? Szia, Craftmester, üdvözöllek. Jó estét. Örülök, hogy ennyien vagyunk. Még ilyen késő órán ráadásul, tehát 10? Jézusom, hát mi történt? Gyerekek. Ja, hát jó, hát igen, mondjuk a döntőben már úgy vagyok vele, hogy azért igyekszem nyilván mondjuk, hogyha hógolyózósról van szó, akkor ott nem eltalálni a csapattársat, de... De ha nincs más, meg hogyha menekülni kell, meg ilyesmi, akkor az a baj, hogy... Tehát ha döntőig már jutunk mondjuk mind a hárman, az tök jó. Én jó, nyilván persze szeretné az ember megnyerni, én is, egyből hisztizem, hogyha nem, mint ahogy régen a Monopolynál is mindig sírtam, nem tudom ki volt, tegye fel a kezét az, aki annak idején, tehát volt olyan társas játéknek, a Monopoly volt az, ahol tehát ha kikaptam, ott mindig akkora hiszti volt basszus, hogy azt nem bírtam elviselni. Biztos mindenkinek volt gyerekkorában ilyen társas játék, ilyen gazdák, hogy okosan meg ilyenek, mondjuk ez az én korosztályom. Ti azért fiatalabbak vagytok, gondolom, de... Jaj, szabad Craftmester, köszi, hogy izé benéztél, gyere majd akkor next time. Na, elférünk a kis dundik is izével? El hát, ügy. Hajaj, menj onnan. De bazd meg, Arni, hát a üdös, fú, azt úgy riportol, na most biztos, hogy foglak riportolni megint. Hát kösz, hogy erre visszarángattál, tehát azért ez nem döntő ember, haló. Na, úgy is van. Jaj, még itt van Danika is. Szevasz, Dani. nem úgy volt, hogy izé, hogy te már elmész, megjött az, jött a gizi. Hogy ennyi volt, te is ment aludni, aztán rájöttél, hogy nem lesz semmi ma este sem. Hoppá! Na mindjárt felolvasom, kaptam egy levelet, gyerekek. Egy lehetséges együttműködéssel kapcsolatosan. Na gyerünk, ugorjatok, gyerünk most! Dur! Így.
Hát tudom, elemaradtál. Na gyere, tesa. Jaj. Mennyi nem? Ne basz, ne, nem láttam, hogy ott van a kurva anyját a brokkoli kecsögnek. Jó, nem baj, semmi gond, nem esünk kétségbe. Nincs pánik, még innen behoz, bazd meg, és ott van a rohadékja. Jó, van, nem itt robbantgat. Ennyi gyépes arcod, hogy nem tudnak libikókázni, hát igen. Kijövök, semmi nem lesz. Így van, de legalább te megmondtad. Tehát én meg mindig hiszek abban, hogy majd csak lesz valami, de én nem adom fel. Nem, ezért riportoljuk mondjuk a ki volt a brokkoli, vagy ki a brokkoli? Ja, ott a brokkoli. Eso! De figyelj már, és hol van a izé? Hol van a... Hol van... De Arni hol van? Hol van a... Gyerekek, hova tűntetek? Hát nem velem kezdte, vagy nem kidobott a játék, vagy mi? Az Danika nagyon... Danika, valami ízét küldtél el? Valami ilyen top modell képet küldtél el? A sajátod helyett? Ne bassz! Na akkor ezt most miattatok, ezt megfogom. A tortásot már úgyis nyertem ma, úgyhogy... Bazd meg, de sokan vagyunk. A kurva élet. Zalma lesz, nem én. Pakker. Na nem baj, de a második hely meglett. Kihoztuk, amit lehetett. Most hanyadikok lettetek ti? Azik 28. Jézusom! Gitfi előrébb végzett, 22. helyen, szép! Ha mondhatom, gratulálok! Na jó, gyerekek, egy... Ennyi. Jó, 22-39. Tényleg egy utolsót. Ja, hát persze, tehát óvodában, de az se rajta, vagy róla szólt ez a kép, hanem sima óvodások voltak rajta. Na, melyik... Virsli? Legyen a Virsli. De várj már, ez izé... Ja, magas, jó. Legyen a Virsli. Mondjuk valami izé kalappal. Hát,
Viking virsli. Fasz, legyen ilyen sportos. Na jó, tényleg az utolsó, azt már nem érdekel, hogy hányan leszünk, hogy bejön nekem még 600-an, mondjuk ha 600-an bejönnek, akkor folytatom nyilván, de nem tényleg enni kell, mert még van dolgom. Na igen, szóval azt most kaptam egy e-mailt, valami SPC Gear nevű Cooperation Valuation. Angolul írták, hogy az M&N Pro Agency-től keresnek, aminek ő a része, mindegy, a SPC Gear-rel dolgoznak együtt, akik szeretnék a bizniszüket kiterjeszteni más régiókra és országokra. What would be the pricing for specific activities? Mi lenne az ára, illetve mennyit kérnék? Egy dedicated videó a YouTube-on, teljes videó. Ha nem lehetséges a teljes videó, akkor csak egy részlet, 2-3 perc, vagy egy social media post, vagy Facebook, Twitter, vagy Instagram. És akkor egy gaming equipmenteket akarnak bemutatni, és nem akarják azt, hogy egy ilyen technikai bemutató legyen, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik a headphone, meg a billentyűzet, stb., hanem hogy csak milyen élmény. Vele itt át tudok futni, szerintem. Hát a virsli az meg átfutott. Ez kurva jó. Na mi van? De nem is ugrottam el, visszaugrottam. Köcsög. Jó, Brokinak megy a riport. Ups. És nem ugrik föl, bazd meg. Nem ugrik, lemegy azon a tetves lejtőn. Ketté vágja, bazd meg, ezt nem hiszem el. Na végre már ugorját, ez szerencsétlen. Ja, persze, igen, de jó, nem. Hát anyukának üzenem, hogy sajnos ebből a körből kimarad. Hát, amúgy most amúgy, komolyan mondom, gondolkodom azon, igen, és akkor, hogy említettem korábban, a legfontosabb információ számunkra a minden egyes ilyen aktivitásnak, tehát akár a videónak, vagy posztnak, vagy egy ilyen snippetnek, tehát egy ilyen videó részletnek, az ára lenne, hogy mennyi lenne. We will come back to SPC Gear with specific prices from you. Tehát, hogy vissza... térnénk a, vagy tehát visszajeleznének ennek az SPC Gear-nek az általam megadott összegekkel, és ők eldöntik majd, tehát döntenek majd a további cooperation felől. Hoppá! Gyerekek! Hát jó, hát azért nem ezer mondjuk nem, bár várjál? Nem, azért várjál. Nem, azért 1000 euró nem. De például... Hát mindegy, most nem mondok összegeket, mert nem akarok itt izélni, hogy fölvágni, hogy annyira. Ugye azt mindenki tudja, hogy nekem volt egy olyan... Hát egy pár videót csináltam még a notebook.hu-nak. Nem, notebook.hu volt, hála jó Istennek, mert nem, de abba hagytam, mert borzasztó volt velük együtt dolgozni, illetve a két vagy három ilyen hölgyel, akiknek... Hát lehet, hogy volt marketinges végzettségük vagy képzettségük, de hogy a YouTube-hoz, illetve a technikai dolgokhoz nem értettek, hogy mit kell elmondani a termékről, hogyan kell, stb. Mi érdekli majd a nézőket. Ők így a fejükbe vették, hogy nem majd a nagymamát, meg nem tudom kit, nem fogja úgyse érdekelni, hogy az a laptop, amit megvesz az unokájának, hogy azt ő izére akarja venni, csak suli használatra, de nyilván a 10 éves unoka majd nem akar egy számítógépen játszani például, és én bátorkodtam például ugye játékot letesztelni, ami nem ment azon a gépen, illetve hát így elmondtam, hogy annyit mondtam el, hogy ha játszani szeretnétek, akkor erre nem ez a laptop lesz majd a választás. Pont.
És akkor ezen kiakadtak, meg még csomó minden másom. Úgyhogy itt igazából... Olyan macika! És harmadjára nem tudott átugrani, bassz meg! De egy vízslik ezért egy ekkora kalapács, bakker. Ja, nem tudom, hogy mi, nem hallottam még róluk, hogy SPC gír, úgyhogy majd rákeresek. Megnézem azt, hogy kikkel működnek együtt, hogy milyen videósokkal, mert hogyha már, mit tudom, olyan Amcsi van például, vagy tehát ilyen olyan videósoknak a videósok mutatják be a termékeit, akik ilyen, mit tudom én, Amerikában van több milliós nézettségük, vagy akárhol is, de mindig szóval nagy nézettsége rendelkező, meg feliratkozott táborra rendelkező videósok, akkor lehet, hogy nyilván a fölött. Na mindig szóval volt ugye ez az együttműködés. És amúgy egy teljesen korrekt árat fizettek, igazából nem is tudom, hogy kezdődött el az egész, tehát hogy talán még Árpi jelentkezett oda, illetve ő adta be a Techbarát nevében ugye a jelentkezést, és tetszettek a videóim, vagy a videóink, és akkor ugye így indult el, és igazából ők ajánlották ezt a pénzt, ami szerintem kurva jó volt, tehát addig én videója nem kaptam pénzt, hát azt azért a három vagy négyért is mégis megkaptam, de úgy voltam vele, hogy csak, tehát hogy engem nem érdekel, tehát ha 8-szor annyit fizetek én, de mondjuk akkor talán azért szenvedtem volna ezzel a két nővel, vagy hárommal. Úgyhogy hát egy olyan összeget biztos, hogy fogok mondani, mert hogyha ők fizettek ennyit, és nekik megért ennyit, akkor szerintem főleg úgy, hogy piacokon akarnak nyitni, én azt gondolnám, hogy ja. És lebasz egyből a kurva nénikét. Az bazd le a brokkoli, ez az üsle, bassza meg. Nem baj, brokkoli is kiesett. Szép volt, Arni. Ja, és szép volt Kitfi is, te meg a harmadik helyen végeztél, úgyhogy GG nektek, hát engem lebasztak az elején, úgyhogy ennyi volt. Na, de tényleg mára most már ennyi elég, mert fú, bőven volt így is brofoszozás, még több, mint amit amúgy is terveztem. Meg volt ugye Call of Duty nyereményjáték, úgyhogy gratula a nyereményjáték nyertesének, holnap írok neki e-mailt és felveszem vele a kapcsolatot. És holnap jön majd újabb kör, szerintem lehet, hogy csak egy izé fog beleférni, a Star Wars, és külön veszük majd a izével a Super Seducer-től, mert holnap is ilyen, hát holnap ilyen 9 óra magasságában fogok majd jönni, aztán meglátjuk, lehet, hogy belefér majd a Super Seducer is, kiderül még. Hát végig is elvek belefér, mert most is 11-ig voltunk, úgyhogy... Úgyhogy ja, de holnap lesz stream, mert utána a hét további része az már egy kicsit ilyen necces, vagy ha lesz is, akkor azért később. Mármint úgy, hogy ilyen, nem tudom, 9-10 magasságában legkorábban. Úgyhogy kalapálásmester, így van, kalapálásmester, GG a kalapálás nagymesterének. Ennyi volt a Brofolz. De várjátok, hát ilyet tudok ám ilyet is csinálni. Szóval, ennyi volt már a Brofolz, remélem, hogy mindenki élvezte mind ezt a játékot, mind pedig elette ugye a Call of Duty-t. Szerintem a Call of Duty az, tehát ez a része, ez nagyon, nagyon jól sikerült, és nagyon, hogy mondjam, hát szóképp, na, most mi van? Haló? Így. Szóval nekem úgy alapvetően bejött, de hát nyilván ez is. Úgyhogy én remélem, hogy holnap is velem tartotok. Ha valaki esetleg YouTube-ról nézné vissza ezt a részt, akkor ne felejtsen lájkolni, meg feliratkozni, meg kövessetek Facebookon, meg Instagramon is, stb. Iratkozzatok ott is föl, hogy minél gyorsabban növekedjen a csatorna, mert akkor fogok ilyen szép leveleket kapni különböző külföldi gyártóktól, SPC, Gear, stb. Mindjárt megnézem, hogy milyen termékeik vannak, és az azt jelenti, hogy annál több teszt lesz, úgyhogy hát remélem, hogy... Hát nem azt, hogy nem remélem, mert hogyha nagyon-nagyon sok teszt lesz, akkor
majd akkor valahogy meg kell oldani, hogy nem tudom, de felmondani nem fogok a munkahelyemen, mert azért ebből megélni az eléggé. Hát instabil, mondjuk így, tehát hogy azért instabil lábakon nem szeretnék állni, de azért még, hogyha több teszt jönne be, vagy teszttermék, azért azt még úgy el tudnám viselni, illetve még el tudnám, tehát még lenne rá kapacitásom, hogy megcsináljam. Na, legközelebb akkor holnap találkozunk, nézzétek a weboldalt, a techbarat.hu-t, oda ki fogom írni a pontos időpontot, illetve ha esetleg csúszik, akkor ott is módosítom, illetve a Facebook oldalunkon is fogok majd posztolni, hogyha esetleg még változik az időpont, vagy elmaradna, vagy valami, de nem marad el, max. Egy kicsit később lesz ilyen 9-10 magasságában. Na, jó éjszakát még egyszer mindenkinek, köszi, hogy itt voltatok, köszi Daninak, Ardinak, Kitfinek, Bújtpót, Árpika is, nekem 8, Kraftmester, Kitfit mondtam, Viki már elment, akkor Puricicának is köszönöm, hogy jót játszottunk, Skorpió, ha, most így hirtelen ennyi. Szerintem más most nagyon nem is volt. Ja, ennyi. Gyertek legközelebb is, azaz holnap, és folytatjuk egy jó kis Star Wars-szal. Köszönöm még egyszer a figyelmet, jó éjszakát mindenkinek, szevasztok! Baj, el kell ezt nyomni. Na csá!